Ugye december 1-től a Kisalföld Volán ZRT-nél üzembe helyeztük az új diszpecseri szoftverünket, DPX a rövid neve ennek a programnak. Hát ennek ugye a legfőbb feladata az, hogy a diszpecser kollégáknak a munkáját segítse, gyakorlatilag az összes járművünk ebbe a rendszerbe elérhetővé válik, róla minden adat, forgalmi helyzetnek megfelelően a helyzetük, milyen sebességgel haladnak, hogyan teljesítik a járatokat, és a diszpécsereknek mobiltelefonon és szöveges látható üzenet formájában lesz lehetőségük, vagy van lehetőségük kommunikálni a gépjárművezetőkkel. Úgyhogy nagyon röviden ennek a programnak így a fő funkcióit elmondanám, hogy mi az, amit birtokba vettünk, ugye mi itt a Kisalföld Volánnál mostantól. Ami a képernyőn is látszik, ez a úgynevezett indító napló. Ez tulajdonképpen az a feladat, vagy felület, amivel a napi feladatokat a diszpécser kollégák el fogják látni, tehát nagyrészt ez lesz mindig ő előttük a monitoron. Őnekik ezen a képernyőn, ugye szépen a bal szélen, ugye a gépjárművezetők nevei és a rendszámok láthatók, tehát melyik járművel melyik sofőr közlekedik. Aztán amellett a Fordának egy számazonosítója, ami ugye a napi feladatot azonosítja, hogy milyen járatokat, milyen sorrendben és milyen időpontokban kell a járműnek és a sofőrnek elvégeznie. Itt különböző színekkel tényleg látványosan és könnyen áttekinthetően lehet nyomon követni, hogy mi történik a forgalomba. Lehet minden egyes járművől követni a teljesítés pontosságát, tehát azt is, ha siet, azt is, ha késik a jármű itt. Színekkel és kiírva percben ennek a mértékét tudja követni a diszpécser, és ugye ez alapján következnek be olyan szituációk, amikor őnek ugye be is kell avatkoznia a folyamatba. Hát elsősorban ugye akkor, hogyha egy járműnél már előre látszik a GPS-ről visszajövő pontos koordináta és sebesség alapján kalkulált érkezési időhöz képest, hogy a következő járatát valószínűleg nem fogja tudni elkezdeni időben, akkor a diszpécsernek nem csak lehetősége van, nyilván feladata és kötelessége is ugye minél hamarabb beavatkozni, és a következő járatra esetleg másik járművet és gépjárművezetőt küldeni. Természetesen ugye előtérbe tartva, hogy minimálisra csökkentsük, vagy tulajdonképpen akár meg is szüntessük a kimaradó járatok számát, mert hát ez nyilván az utazó közönségnek is mindenképp célja. Most ami még fontos, és tulajdonképpen inkább mondjuk úgy, hogy látványos is, a másik nézete ugyanennek a dolognak, ahol szintén a járműveket megjeleníthetjük egy térképes nézetben. Itt gyakorlatilag a GPS koordináták adatok alapján folyamatosan mozgás közben láthatjuk a járműveket. Itt is a színek jelölik a különböző állapotait az adott járműnek, siestés-késés szempontból. Lehet látni, hogy melyik sofőr vezeti a járművet, éppen milyen járatot teljesít, és értelemszerűen, hogy melyik pillanatban hol tartózkodik a jármű. Ez gyakorlatilag egy elég jó áttekintést nyújt a diszpécser számára a pillanatnyi helyzetről. Ő ugye a színeket tudja figyelni, és ez is segítséget nyújt neki a beavatkozásra. A harmadik ilyen lényeges modul a kommunikáció. Ugye említettem, hogy nem csak a buszokról érkezik a központ fele adat, hanem oda-vissza irányú adatkommunikáció is lehetséges. Nem csak adatkommunikáció, hanem hangban is történhet ez a dolog. Tehát, hogyha a jármű fele a diszpécsernek olyan közlendője van, amit előre definiált, rövid, tömör szöveges üzenetekkel el tud mondani, el tud küldeni, akkor kiválasztja a képernyőn a megfelelő járművet, kiválasztja az üzenet szövegét, és egy küldés gombbal, mobiltelefonos GSM kapcsolaton ugye ez lekerül a járműre, és a járművezető előtt a fedélzeti komputeren megjelenik. Ő ezt nyugtázza, és szükség esetén, ha olyan jellegű az üzenet, akkor ugye válaszüzenetet is tud küldeni. Emellett hang jellegű üzenetre is van lehetőség, tehát feltárcsázható GSM hívásként a fedélzeti komputer, és szövegesen tud kommunikálni a diszpécser a gépjárművezetővel. Mi a vállalkozásunkban valósult meg a komplex közlekedési fejlesztés Győrben.
melynek eredményeképpen 115 járművön, illetve 24 megállóhelyi információs táblában olyan korszerű eszközök kerültek felszerelésre, amelyek lehetővé teszik a győri helyi közlekedés folyamatos nyomonkövetését, illetve ami ennél jelentősen fontosabb funkció, hogy beavatkozási lehetőséget biztosít a diszpécsereknek a helyi közlekedésbe. Mit jelent ez a valóságban? Azt jelenti, hogy például mondjuk egy jármű meghibásodik, és helyette mentesítő járatot kell küldeni, akkor ezt a diszpécser ebből a diszpécser központból meg tudja tenni. Minden esetben, hogyha valamilyen mondjuk közterületi építés van, akkor útvonal módosítást javasolhat a sofőrnek. Ennek a útvonalát el is tudja küldeni igazából a fedélzeti eszközökre a járművek tekintetében. Ez a rendszer, hogyha jól tudom, műholdas jeleket is alkalmaz. Ezt az időjárás mennyire befolyásolja? Hát amennyire igazából a GPS rendszernek a korlátait ismerjük, tehát természetesen, hogyha egy nagyon borús, nagyon felhős időszak van, akkor előfordulhat, hogy a GPS eszközök nem találnak megfelelő mennyiségű műholdat. Ezáltal a hely meghatározás pontossága csorbulhat egy picit. De a jelenlegi helyzetben, mivel ez a rendszer már Sopronban működik, illetve december 1-től már Győrben is, az a tapasztalatunk, hogy a járművek döntő többségéről folyamatosan GPS alapú hely meghatározási információk rendelkezésre állnak. Ezáltal dinamikus adatokat tudunk a nagy közönség felé továbbítani. Hogyha belegondol az ember, biztonságosabb is a közlekedés ezáltal, ugyanis, hogyha jól tudom, a Totem oszlopok videófelvételt is készítenek, tehát úgymond önmagát is védi ez a berendezés, illetve gondolom az is látszik rajta, hogyha esetleg az utasokat éri valamiféle atrocitás a megállóban. Igen, gyakorlatilag egy ilyen vagyonvédelmi rendszer is része ezeknek a Totem oszlopoknak. Ez azt jelenti, hogy ha valamilyen rongálás valósul meg a Totemmel szemben, akkor a elkövetőket videófelvétel alapján lehet majd beazonosítani. A megálló helyeknek is egy része belátható ezáltal a videófelvétel alapján, tehát hogyha esetleg olyan helyzet van, hogy pont abban a körbe tartozik igazából ez a cselekmény, akkor abban is tud segíteni igazából a megoldás.